beszervezted a divat bemutatót itt a Promotions Retro Jeans Partin. Mivel készültetek? A Timinek, az üzlet tulajdonosának tulajdonképpen konkrét elképzelése volt a dologról, mert elég régóta dolgozunk már együtt, ő tulajdonképpen instrukciókban megadta, hogy milyen irányvonalba megy most a divat, hogy vannak rokkosabb holmik tulajdonképpen most a retro tavaszi-nyári kínálatába, illetve az, hogy tulajdonképpen a retro nem úgy retro, mint hogy a szó maga, hanem valahol ezt a modern partizenei világot szerető fiatalokat kell megközelíteni. Ennek megfelelően a zeneileg is, színpadi mozgásilag is erre készültünk, ettől függetlenül táncos akrobatikától kezdve hagyományos vonulás, minden van benne. Szerintem a fiatalok többsége szereti ezt a stílust, amit a retro képvisel. Véleményed szerint inkább a nőszisebb ruhákat kedvelik a mai fiatalok, vagy magát azt a stílust, amit a retro képvisel? Az inkább vagányabb stílust. A retro egy ilyen lezserebb, tehát annyiban lezserebb, hogy mint a farmer valahol pont a retro divatba jövetelével jött vissza a köztudatba, és valahol a retro ebben mindig új trendeket, új fazonokat, új extravagáns dolgokat mutat be. Tehát igazán úgy gondolom, hogy a farmeres lezser ruházatot kedvelők szeretik a retrónak kifejezetten a stílusát, a márkáit, és azok, akik úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is várnak tőle valamit. A te modelleid vettek most részt itt a divat bemutatón, ők ugye az Angels Fashion modellei, mit kell tudni a csapatról? Hát körülbelül az én vezetésemmel 4 éve működik a csapat, fiúk, lányok vegyesen, fiatalok, ugye mindig frissítjük a csapatot és a repertoárunkat is. Hát igazából most szeretnénk hirdetni egy castingot, ahova a Nyíregyháza és a megye legszebb lányait, illetve leghelyesebb srácait várjuk, és akkor egy megfelelő képzésen esnek keresztül, utána pedig hostess munkákat, illetve modell munkákat tudok nekik biztosítani. Mennyire vevőek erre a fiatalok? Tehát még mindig jellemző az, hogy jelentkeznek ilyen képzésekre, vagy inkább már most visszaesett ez a jelentkezés? Még ugyanolyan népszerű, nagyon szeretnek fotózkodni, hála Istennek, és én ennek csak örülök, mert hogy én is tudok, tehát van lehetőség, számos lehetőség, és örülök annak, hogy tudom őket foglalkoztatni, és legalább nem otthon ülnek, nem buliznak folyamatosan, hanem lekötik magukkal ilyen érdekes, értékes dolgokkal is. Azt el lehet mondani egyébként erről a modell szakmáról, hogy nem csak ugye tartást tanítottok, hanem azért magabiztosságot is ad a modelleknek. Így van, mindenképp, tehát egyfajta viselkedés kultúrát, protokollt tanítunk nekik, tehát azért mindenképpen magabiztosabbak lesznek, és szerintem az élet számos más területén is hasznos ez, hiszen ha elmegy egy állásinterjúra például, akkor sokkal másképp fog fellépni, hiszen nálunk ugye megvannak a fellépések, megvannak a munkák, és ott olyan emberekkel találkoznak, akikkel egyébként nem futnának össze, és úgy kell előadniuk magukat olyan hivatalosan, érdekesen, tehát mindenképp hasznos szerintem több szempontból is. Találkoztam már olyan lányokkal, illetve fiúkkal is, akik azt mondták, hogy hát a modell szakma az nem nekem való, hiszen ott nagyon vékony emberek vannak csak. Mi van akkor, hogyha hozzátok jelentkezik egy úgymond, számomra egyébként csinosnak mondott lány, de úgy, ő ugye ez egy picit teltebbnek érzi magát. Akkor is nyugodtan elmehet hozzátok, és gyakorolhat, illetve tanulhat tőletek? Így van, nem biztos, hogy kikerül hozzánk, tehát kikerül kifutóra, de mindenképpen másféle munkát, másféle elfoglaltságot tudok neki találni. Akár ezek a hostess munkák? Így van, vagy éppen egy olyan divatfotózás, amire az ő arca, vagy az ő külleme teljes mértékben megfelelő, akkor azt hiszem, hogy neki is. Tehát ez egyéni konzultáció alapján eldől általában. Visszatérve egy picit a retrohoz, a divatbemutató kapcsán, hogy látod, hogy a modelleid, illetve véleményed szerint a fiatalok szeretik ezt a stílust, amit a retro képvisel, ezt a lazább, igazán vagány stílust? Imádják, én is azért szeretem, mert főleg így rétegesen felvéve annyira vagány, annyira trendi és laza stílus, úgyhogy ők is nagyon-nagyon szeretik, sőt nézegetik, hogy ők még ezt veszik meg maguknak belőle, meg azt, egy-egy farmert, egy-egy felsőt, nagyon szeretik, tudnak vele azonosulni. Köszönöm szépen, és ti pedig, kedves fiatalok, menjetek el a retroba, és vásároljatok minél több vagány cuccot, hogy ti is vagányak legyetek.